Volt, aki a szabadságot hozta magával egy bőröndben a Regi Campre. Kreatív kiegészítőkből és ruhadarabokból nincs hiány a fesztiválon. A legtöbben a közösség és a különösen pozitív hangulat miatt térnek vissza évről évre a rendezvényre. A barátaink meg a zene, szerintem. Hát igen, az meg még, de, még az, hogy felléptem tegnap is, meg még fogok holnap, tehát így elég rossz lenne kihagyni a saját koncertemet. Maga az az életstílus, hogy itt nyugodtan most én, ha elmennék WC-re, nyugodtan itt hagyhatnám pénztárcámat akármilyen, tudom, hogyha visszajönnék, ugyanitt lenne, senki nem vinné el, tehát békések vagyunk, szeretjük egymást, segítünk egymásnak mindig. És ez hozzá kapcsolódik a regi zenéhez és azt a kultúrához mindenképpen. Alexet nem csak a zene és a hangulat, hanem a regi kultúrához hozzátartozó hajviselet is magával ragadta. Így a kemp második napján vastag tincsekbe sodorták a haját, a raszta frizurát választotta. Egy ideje eldöntöttem, és most jutottam el idáig, hogy megcsináltassam. És hogy jött a döntés egyébként? Nekem tetszik ez a hajstílus, úgyhogy így bepróbálkozom vele. Dóri pedig szívesen közreműködött a folyamatban, azt is elárulta, hogyan készül a raszta haj. Kócolás. Egy tincset összekócolni, amennyire csak lehet. Persze megvan a technikája, amit könnyű megtanulni. Csomózgatod egy kicsit, vagy... Igen. Tupírozás, kócolás, és aztán ezt a kócot minél jobban tömöríteni egy tincsbe. Nagyjából ennyi. Az eső sem szegte kedvüket a kemp lakóknak. Vagy fedett helyen buliztak, vagy a sátorban aludtak a vihar ideje alatt. De az időjárás nem ronthatta el a pozitív hangulatot. Átaludtuk. Olyan jót aludtuk. Melyik programokat várjátok a leginkább? Igazából mindegyiket, nem néztünk ki egy konkrétat se. Várjuk, hogy történjenek a dolgok, minden jó. És így vagytok ezzel? Így van, igen. Az egész miatt vagyunk itt, nem csak koncertek miatt. A bombastan nem tudom, hogy kinyitottam, már szívesen innék már egy vodka bombát, úgyhogy már kinyitottam. Már rég jártam arra. A Regi Campen idén üzenőfal is van, bárki rajzolhat és írhat a rendezvényen szerzett élményeiről. Este a nagy színpadon az Airi Mafia pörgette fel a hangulatot. Magyarország egyik legsikeresebb zenekara, rendszeres vendége a Regi Campnek. Szeretem nagyon a Regi Campet, egy ilyen elég kemény masszív van itt mindig, akik szeretik a zenét, és mindig jó fogadtatásban van részünk, úgyhogy örülök neki. Csak hogy ezeket tudom én is elmondani, hogy örülök, hogy van a Regi zenének évente egy ilyen hogy is mondjam, közgyűlése Magyarországon, ahol az összes magyar reggi rajongó egybe tud jönni és meghallgathatja a magyar és külföldi zenekarokat. Az este többek között a Pozitív, a Kopikon és Omar Peri szórakoztatta a közönséget. Az ország legbékésebb fesztiválja egészen vasárnapig tart a 60-i strandon.